1994-től vagyok az iskola igazgatója, akkor 90 gyerekkel indultunk, most pedig a jelenleg 154 tanulónk van az iskolába, 9 osztályban. Az idei tanévben, vagyis a 2018-19-es tanévben 31 elsősünk volt, és 2 osztályt indítottunk. A következő tanévben is 2 osztályt fogunk indítani, mivel 30 gyerek lesz az első osztályban. Úgyhogy a jövőre az iskolánkban 184 tanuló fog tanulni. Sajnos helyszükeivel küzdködünk az elemi iskolában per pillanat 2 váltásban dolgozunk, de jövőre sajnos a felső osztályokban is 2 váltásban fogunk dolgozni, mivel nincs hová elhelyezni a mostani 4. osztályt, mivel ebbe az osztályba 17 gyerek jár, és a mostani 9. jár csak 7 gyerek. Olyan termünk van, ahol csak 7 gyerek fér el. Beindítottunk egy informatika termet az elemi iskolában. Ugye tudni kell azt, hogy a 2 épületben dolgozik az iskola, és egymástól olyan 7-800 méter a távolság. Aztán a gyerekek idáig csak szóban tudtak tanulni informatikát. Nem volt se számítógépünk, se internet hozzáférésünk. A konzulátus segítségével ez megvalósult. KNPSZ-től kaptunk projektort tavalyi évben, kaptunk egy laptopot tavalyi évben, ami nagyon nagy előre lépés volt, mivel a tanárok tudják hordozni a laptopot is az tanórákra, a projektorra ki tudják vetíteni a gyerekeknek a tananyagot, a bármi nemű történelmi eseményeket a falra, és tudni kell azt, hogy a gyerek úgy tanul, hogy látja, hallja és érzi a dolgokat. Iskolánknak a 70%-a roma nemzetiségű, de tudnunk kell azt, hogy a törvényeink nem különböztettek meg senkit, és mi magunk sem különböztetünk meg senkit. A származása, nemzetisége, hovatartozása véget. Falu szempontjából az iskola nagyon fontos, mivel hogyha ha nem lenne iskola, ugye nincs intézmény, nincs óvoda, nincs iskola a faluban, nincs templom, a falu halott. Ezért is vettük fel a kapcsolatot a főkonzul úrral, a konzulátussal, hogy ha tudnak, segítsenek be abban, hogy fejlesszük, bővítsük az iskolánkat, hogy a gyerekek ne 2 váltásban tanuljanak, hanem egybe. Az Ungvári Magyar Főkonzulátus ígéretet tett nekünk arra, hogy június folyamán megkapjuk a 2 millió forint támogatást az iskola másik épületének a fűtés rendszereinek a kiépítésére, és becsatoltak, külön a főkonzul úr kérésére becsatoltak minket a keleti partnerség program keretein belül a teljes iskola felújításra.